Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót áll néven, vagy egy hangfelvételt, ahogy te gondolod. A videók azok megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, akkor átküldöm számodra a linket, és tudod, hogy ez a te felvételed. De mint említettem, kérheted hangfelvételben, és akkor az nem jelenik meg. És most megnézzük azt, hogy mi történik május 12-én, hiszen ez a felvétel május 12-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Punarvasu holdházban mozog. Ez a holdház Sirius csillag hatása alatt áll, és Sirius a legvilágosabb csillag az égen. Megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Ezen a napon hozhatunk fontos döntéseket, hiszen tudjuk, hogy miről van szó. Ez meg lesz most így világítva. Vagy megvan arra a lehetőség, hogy tisztán lássunk bizonyos dolgokat. Ezen a napon a nap és a hold egy gyönyörű kapcsolatban áll egymással, itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, megvan a könnyűség, a kommunikáció, sőt, lehet nyíltan érzelmekről beszélni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatát felül látjuk. Az első képen a kutya van. Ez jelentheti a hűséget, vagy a barátságokat. A könyv a tudást, vagy a tanulást, de mivel ez a könyv nyitott, ő nagyon barátságos, és nyitottan beszél bizonyos dolgokról. Az első kártyán nem csak a kutya van, hanem egy kisfiú is, ami jelenti az ő fiatalos kisugárzását, az ártatlanságot, esetleg nála új baráti kapcsolatokat. És most megnézzük az érzelmeit, ami bal oldalon látható. Az alsó kép az olyan, mint egy labirintus. Nem érzi jól magát, de erről nem beszél nyíltan. Ő benne érzi magát ebben a labirintusban, és keres egy kiutat, keres egy megoldást. Ahogy ő beszél veled, ott látható ugyan a nyitottság, de olyan barátilag közeledik, vagy barátságos hozzád, ő nem a problémákról akar beszámolni, hanem úgy tesz, mintha minden rendben lenne körülött. Ott bal oldalon van egy szőke nő és a ravasz róka. Ez lehet egy hamis nő a háttérben, lehet, hogy vele van problémája, és ezért érzi magát még a labirintusban. De ennek a képnek van szimbolikus jelentése is, nem biztos, hogy itt egy nőről van szó, hanem a rókáról, és ez lehet egy negatív érzelem, mint például félelem, esetleg bizonytalanság vagy féltékenység, és emiatt érzi magát fogva ebben a labirintusban. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. A gyűrű az lehet bizonyos kapcsolat vagy szerződések, azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot, és jobb oldalon ott van a lilium virág, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy tiszta érzelmekkel közeledik hozzád.
Ez hasonló, mint Siriusnál, amikor tisztázódnak az események. A lilium virág az jelenthet szexuális témákat is, lehet, hogy van nála ilyen elképzelés és ilyen szándékokkal tér vissza és közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán? Most a D betűről van szó. Leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra a D betű. Ami nekem így eszembe jut, Dóra, vagy Demeter, vagy Diósgyőr, vagy Diófa. Örülnék annak, ha leírnád, hogy mit jelent számodra a D betű. A régi írásmód az úgy nevezett rovás írás, az középen látható. Ez olyan, mint egy kereszt. A sors kutatók kereszteződik. Itt lesz egy találkozás. Ott középen találkoztok, és akkor lesz egy új irány. Egy irányváltozás. Lehet, hogy te segítesz neki, hiszen ő benne van a labirintusban, és itt kell egy kiút, itt kell egy megoldás. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, ilyen régi írásmód, amit rúnának hívnak. Alul bal oldalon látható a rúna kártya. Ez a szimbólum hasonló. Itt van a homokóra, és mutatja az időt. Most eljött annak az ideje, hogy cselekedni kellene, vagy fontos lenne döntéseket hozni. A napi energia az jobb oldalon látható, itt valaki átnyújtja ezt a csészét, és ez a csésze szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, valaki érzelmekkel közeledik hozzád, átnyújtja ezt számodra. Az is lehet, hogy vannak nála elvárások, hogy te közeledj érzelmekkel hozzá, hogy mutasd ki azt, hogy szereted őt. Ha én megnézem ezt a képet, ez olyan, mint egy kávés csésze, és jelentheti azt is, hogy jó lenne, ha ma valakivel együtt kávéznál, vagy meghívnád őt egy kávéra, és akkor lenne egy találkozás. De itt gyakran érzelmekről is szó van, hiszen jelképezi a víz elemét. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a D betű, vagy a homokóra. Ennek is nagyon örülnék, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!